Sziasztok! A mai videóban megpróbáljuk végigjátszani az Amanda The Adventurer 2 játékot. Eddig 2 videót készítettem belőle, az elsőben a toy endinget kaptuk meg, a másodikban pedig egy bad endinget, ugyanis hát nem olyan történetet meséltünk Amandának, amit tetszett volna neki, úgyhogy véget ért a játék. Viszont ebben a részben mindenféleképpen szeretném végigjátszani ezt a történetet, szóval ha kíváncsiak vagytok arra, hogy mi is az igazi vége ennek a játéknak, akkor mindenféleképpen tartsatok velem ebben a mai videóban is. Most pedig akkor nézzük, hogy hogyan is szól az a történet, amit tetszik Amandának. Szóval azon gondolkozok, hogy egyébként lehet, hogy ezt a történetet kellene elmesélnünk, nem? Amit oda felrajzolt Amanda. Mert hogy ott az elején ugye a hercegnő, illetve a lovag van az első rajzon, aztán a hercegnő is a varázsló. De hogy amúgy hogy vannak itt a sorrendek, azt nem tudom, hogy most erre kellene menni, vagy arra. Na, egy történet? Egyszer volt, hol nem volt? Segíts nekem elmondani a történetet. És akkor ugye most meséli a saját történetét. Viszont akkor azt akarom, hogy ugye a hercegnő és a lovag már most szerelmes legyen. Hát, ha esetleg így, akkor másképp fog most folytatódni a története, ahogy ő megrajzolta. Ezzel szeretnél tovább menni? Igen. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egy hercegnő és egy lovag. De egy nap sajnos el kellett, hogy hagyja a lovag a hercegnőt. Honnan jött ez a hercegnő? Jó, szerintem térjünk vissza a történethez. Hiába próbálkozol, Bully. Amanda történetét kell, hogy elmeséljük. Jó, és akkor a hercegnő és a varázsló kell nekünk. Hát, ha esetleg Amanda története felkelti az érdeklődést. Szeretnél ezzel menni? Igen. Aztán elment a hercegnő meglátogatni a bölcs varázslót. Szerette volna újból látni a lovagot. Igen, de a hercegnő nem beszélhetett a varázslóval, mert a lovag beszélt a varázslóval. Próbálkozik, kérlek! Úristen, nagyon közel van most hozzánk ez az izé. Ugye nem fog bántani. Szerintem az előbb ez nem jött ennyire közel, vagy de? Most olyan történetet kell mesélnünk, amit tetszik a mondának, és akkor hátra nem fog ránk támadni ez a valami. A küldetés. Jó, engem nem érdekel, mert a varázsló megy és megöli a sárkányt. Amandának nagyon nem tetszik. A varázsló megöli a sárkányt. Én meg itt Wullyra akartam figyelni, pedig gondoltam volna, hogy az Amandának nem fog tetszeni. Igen, szeretném megtartani azt, amit gondolok. Nem átváltoztatta a hercegnőt egy sárkánnyá. Nekem tetszik, hogy erre tart ez a történet. Megpróbálhatnánk az én történetemet, aztán elmondod a sajátodat? Húha, viszont most nem szabadna, hogy elrabolja az oposszum. Igen, bent voltak mélyen a barlangban, ahol fogva tartották a csodálatos hercegnőt. Félelemben tartotta a hercegnőt a tüzes okádékával. Jó, és akkor... Most kell nekünk a sárkány és a lovag. De várjál, így megöli a lovag a hercegnőt. A sárkány és a lovag. Ez amúgy tök szomorú sztori. Ebből a szempontból. Szóval akkor így szeretnéd a történetet? Igen. Az új sárkány formájában kereste a lovagot a királynő, hát ha esetleg újból tudnak egyesülni, amikor megtalálta, sajnos nem ismerte föl. Igen, próbálta neki elmagyarázni, de ugye tüzet okádott le, úgyhogy megölte az igaz szerelmét. Igen, ezt tudja, hogy meg fogja bánni a lovag. Honnan jönnek egyáltalán ezek az ötletek? Na jó, most nem hagyjuk, hogy leszedje, mert különben nem lenne jó vége ennek a történetnek. Jó, jó, megállítjuk, ne aggódj. Most az lesz, amit te szeretnél, legalábbis remélem. Nem tudom amúgy megállítani. Ja de! Halottnak tettette magát!
Ez annyira oposszum. Egyébként nagyon durva, még a szívverésüket is képesek leállítani, vagy legalábbis annyira lelassítani. Nem tudtam, hogy ennél rosszabb lehet ez a nap. Talán, ha befejezzük a történetet, akkor jobb kedved lesz. Oké. Well, where were we? Szóval, hol is tartottunk? Ó, igen. Igen. A lovag bement a barlangba, megtalálta a sárkányt, aki ugye őrizte a bejáratot, és ugye a kardjával neki ment. A lovag viszont nem hátrált meg, egy hosszú harc után sikerült levágni a sárkányt. A mandárnak nem tetszik. A lovag és a hercegnő. Hát, ha így több kiderül a sztoriból. Igen. Mielőtt az utolsó lélegzetét kilehelte volna, a sárkány visszaváltozott a hercegnővé. Egyszerűen rosszul lett, amit látott, elkezdett sírni a lovag. Nem! Olyan tragikus! Imádom, ahogy folytatódik ez a történet. Egyáltalán nem így van ez a történet. Egy hatalmas nagy harc volt. És aztán... Előjött a hercegnő a barlangból, megmentettél. Nem, Lili, engedd el ezt a történetet. Nem tetszik neki. Most, hogyha csak kinyitom a lovagnak a könyvét, hát ott már csak egyedül van, úgyhogy gondolom, igen. Észrevette, hogy megölte az egyetlen igaz szerelmét. Úgy döntött, hogy innentől kezdve egyedül marad ebben a világban örökké. Hát legalább megpróbáltam. Most már sokkal jobban érzem magamat, hogy hallottam ezt a szomorú történetet. És ugyanúgy el fog engem kapni? Ne! Segített nekem! Most jobban érzem magamat. Teljesen ki van. Létszik, ne bánts, jó? Menj innen. Tudtad, hogy mit kell, hogy pontosan halljak. Köszönöm szépen. Hát jó, úgy látszik, akkor itt még nincsen vége. Elolvastuk Amanda történetét, és akkor kaptunk egy... Eltűnt a kazetta. Mi a fene? Most mit kell vajon csinálnom? Mert hogy eltűnt innen a kazi. Nálad esetleg nincsen egy kazetta? Nem akarok hozzá közel menni, de... Szia, nincs nálad egy kazetta? Szerintem nincs. Ez mi az? Ó, 5 módszer, hogy elrejts egy kalapácsot. De végül is ez is jó. Na most tudjuk szerintem széttörni ezt itt. Ezt kell nekünk itt széttörni, és itt van akkor. A Let's Hunt for Treasure. Ezt már láttuk, ezt a Let's Hunt for Treasure-t. Ez az, amikor elmennek és megkeresik a kincset. Ugye mondja is, amondva, hogy nem szabad elárulni, hogy hova megyünk. Bully pedig mondja, hogy azért mondd el a szüleidnek, hogyha elmész valahova. Megtaláljanak, hogyha esetleg eltűnsz. Igen, banditásat játszunk. Hol rejtetted el a szajrét? Még a végén eltöröd? Nagyon-nagyon unalmas bandita vagy. Igen, mindenfélét megtalálhatunk itt. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy mi van akkor, hogyha rossz irányba megyünk. Mármint, hogy ugye az előző videóban jó irányba mentünk egyből észak felé. De mi van akkor, hogyha mondjuk azt mondom, hogy keletre vagy nyugatra akarok menni? Nézzük csak, mik vannak. Milyen lehetőségeink? Nézzük már mondjuk egy íztet. Nem tudom, hogy fogunk-e ott bármit is találni, de olyan, mintha egy kaland lenne, úgyhogy menjünk. Most menjünk a bokrok felé. Keletnek. Did you leave some eggs in your pocket? Fúj, néhány tojást hagytál a táskádban, Amanda? Nem, ilyen szaga van a mocsárnak. A szulfur miatt, fúj! Hogyha valamilyen kincs van a mocsárban, akkor az itt maradhat. Az a fa az ott mit kap amúgy? Hát menjünk szerintem Noah irányba. Azért az a halálfejes hely az nem vonz annyira.
kíváncsi vagyok, hogy itt most mi lesz. És ja, itt akkor az X-et lehetett csak kiásni, bár mondjuk a kört nem próbáltuk meg az előző vidibe, szóval lehet, hogy ezt megnézhetnénk. De nem, úgy látszik, csak az X-et engedi. Na kíváncsi vagyok, hogy itt amúgy lesz-e valamilyen változás. Igen, ez volt ugye a térképen, és úgyhogy kezdjünk el ásni. Viszont akkor most leállítom az oposszumot. Kíváncsi vagyok, hogy mi van, hogyha elkergetjük. El tudjuk amúgy kergetni, vagy nem? De nem, most még csak mindenhol itt be fog rohanni, ez Scooby-Doo-san. Nagyon cuki. Ki van? Meg tudom egyáltalán... meg tudom állítani, ugye? Csak itt már nagyon ki voltam a mondára, és nem állítottam meg. Mondjuk Wooly is segíthetne. Az úgy kemény. Köszönöm a segítséged. Szegény! Mekkora sikoltod? Már kezdtem szívrohamot kapni tőle. Talán jó lenne, ha visszajönne. Micsoda? Rendben, banditák, kezdjünk el ásni. Amanda, nekem nincsen ásom. A banditák mindig felkészülnek el, hogy jöjjenek. Úgyhogy akkor használd a kezedet. Azt hittem, hogy akkor most kap valami eszközt, szegény Wooly. Azért is akartam meghagyni az ásót. És megint bele fog esni? Ó, csóró. We did all that digging for this? És akkor ugyanazt a játékot ássuk ki. Maybe this was important to someone once. Remélem azért nem ugyanaz lesz. Come on, Wooly. Gyere, Wooly, menjünk innen, tűnjünk innen. Vajon a Wooly püst oda tudom neki adni? Amanda? Ha oda tudom neki adni, akkor most azt a püst fogom odaadni, hogyha megint kér egy játékot. Actually, you know what? Úgy látszik ugyanaz. De nagyon remélem, hogy az ending azért más lesz, hogyha másik játékot adok oda. Nem segítette nekem egyáltalán, úgyhogy keres nekem valami jót. Jó! Mondjuk nem hiszem, hogy a Wooly plusz boldoggá tenni. Igen, ugyanúgy megjelent. Itt van ez a boci. De én azt mondom, hogy akkor megpróbálom azt a Wooly-t odaadni neki. Hiszen ezzel a kazettával indítottuk el. Legalábbis remélem, hogy valami más lesz így a vége a játéknak. Tessék, itt van. Remélem tetszik. Nem? Ne, nem tetszik neki ez se. Megeszi. Te jó ég. Hú, ez azért így elég para. Mit fogsz vele csinálni? Széttép, te! Ez mi? Mi ez a hang? Mi ez a hang? Elment a szörnyeteg. És most így mi történik? Folytatódik tovább a történet? Kiment oda a szörnyeteg? Hello? Így most itt mi történt? Mert még nincsen vége így akkor a játéknak. Kinyílt itt ez az ajtó. Azt a mindenét. Oké, most valami tök másik helyen vagyunk. Megvan az az építőelem. Megvan az építőelem. Aha, itt valami könyv van, és itt van egy kazetta. Még egy amondás kazetta, de várj, ott is van egy jelenem. Hol van viszont az a vonatos játszóbigyó? De az meg nincs itt. Na mindegy, idehozom azért, hát ha esetleg valami van itt. Szerintem, hogy a kazettát kell lejátszanunk, de azért idehozom az elemeket, hát ha esetleg újból megjelenik, vagy ilyesmi. Szóval nem tudom kivenni. Be kell törnünk, ugye? Itt a kalapács. Összerakom én, hogy mit kell csinálni. Nem? Béka! De nem tudom betörni. Lehet, hogy akkor a béka ott marad, szegényke. Mondjuk lehet, hogy jobban is jár, hogyha ott marad. Mint hogy én csak úgy kivegyem. Innen nem lehet levenni semmit. Nem, ezekből nem tudok kikattintani semmit. És így próbálok mindennel interakcióba lépni. Olyan izgalmas, hogy bejutottunk ebbe a szobába. Ez itt micsoda? Ó, ezt ide be tudom rakni, nézzétek csak. Azt mondja, hogy kérlek, ne rakd a mikrofilmet egyből a fény alá, mint a tévéknél, mert ott hagyja a képet. Egyébként a épületnek a tervrajza. Kellene keresnünk még ilyen képet, amit ide be lehet rakni. Tudni, nem az épületnek a tervrajza kell nekünk. Van itt egyébként még bármilyen? Vagy lehet, hogy az majd most pont ezzel a kazettával fog jönni? Ó! Itt is van egy szép.
Aha. Rakjuk be ezt a kazettát. We can fix it a neve. Meg tudjuk javítani. Szépen betörte amúgy itt az ajtót. És akkor nézzük meg, hogy ez vajon mit tud. Azt a mindenit, mi a fene történik itt? Jézusom! Ez valami cursed felvétel volt. Legalábbis én nagyon annak éreztem. Mi történik itt? Mondom. Hát ez mint valami YouTube videót néznék. Kb. Úgy érzem magamat. Mi ez? Abban hiszünk, minden gyerekben van egy kis kreativitás. Ez mi? Csukd be a szemeidet. Számolj vissza 10-től. Jézusom. Mi történik itt? Mi ez? Ez nagyon beteg. Te jó ég. Ez egy rész volt? Ez egy csodálatos kis felvétel volt. Ezt meg tudjuk javítani. Ó, bekapta a szallagot. Mi ez a béka? Fel kell vágnom a békát. Várjál, viszont hogyha itt van a béka, akkor most ki tudjuk szerintem venni a teráriumból. Ugye? Igen, most már ezt ki tudjuk innen venni a teráriumból. Jaj, szegény, én nem akarom őt feldarabolni. Mint a biológia órán. Mondjuk mi sose csináltunk ilyet, szerencsére. Biztos, hogy nem bírtam volna én ezt lelkileg. Már minden itt van amúgy. Nem muszáj leszek felvágni. Ne! Mi van benne? Mi a fene? Igen? Hello, Amanda vagyok, én pedig Wooly. Wooly, mit van neked ott? Csak néhány törött cucc, amit ki akartam dobni. Ha valami eltörött, azt azt jelenti, hogy meg tudjuk javítani. Jézusom! Ó, ezek a kedvenc görkoriaim. Aha. Fogalmam sincs, hogy hol lehet a kereke. Meg tudjuk javítani, ugye? Lehet, hogy már a szemétben van. Úristen, itt van a kereke. Jaj, fúj! Fúj, én ezt nem akarom. Jó, ezt rá tudjuk rakni, igen, a kis izédre, görkoridra, nagyon szép lesz. Néha egy törő dolognak csak egy kis segítségre van szüksége, hogy működjön újból. Megcsináltuk, mit tudunk még megjavítani? Szerintem ezeket nincs értelme már megjavítani. Jó, majd én azt megállapítom. Ez egy kis robot. Blebotot nem dobhatod ki. De már nem működik a Amanda. Úristen. Elem kell bele? Honnan fogunk szerezni? Hé, várj egy percet. Nem is tört el igazán. Meg tudjuk őt javítani. Csak valamire szüksége van, ami áramot ad neki. Volt benne elem? Hát de melyik kell nekünk? Szerintem ez a sima ceruza elem, nem? Olyannak nézett ki, amikor ceruza elem kell. Jó lesz? Remélem. Jó, megjavítottuk. Micsoda? Hogy neved? Úgy látszik, néha tönkretenni dolgokat jó dolog. Te jó ég. A többi már tényleg személyt, Amanda. Csak hadd nézzem meg őket. Wow. És ott van benne az oposszum. Hogy elkezdett sikoltozni. Úristen! Remélem nem bántod. Segítenél egy picit? Igen, persze, neked segítek, Wooly, te jó fej vagy. Nehogy bántsd! Ne! Mit csinál? Ne! Amanda, segíts már neki! Ez egyre betegebb ez a történet. Hogy neved? Nem szerettem ezt a srácot, de látnod kellett volna az arcodat. Milyen aranyos.
Én már nem bírom ezt. Uff. Hogy kiröhögte. Buta Wooly. Eltörött a lába az asztalnak. Mit mondasz, szerinted meg tudjuk javítani? Aha. És most mi van a békában, ami nekünk kell? Ja, hogy kiválaszthatjuk, hogy milyen csavart vegyünk bele? Remélem, hogy csavar kell ugyanúgy. Mindjárt megnézzük. Igazából szerintem ezt egy hülye is össze tudta volna pakolni, mert annyira más volt a többi. Na, nagyon ügyesen megjavítottunk a dolgokat. Hé, Amanda, az meg micsoda? Ó, ne, Wooly! Eltört a pillangónak a szárnya. Szerintem meg tudjuk javítani. Nem tudunk mindent megjavítani, Wooly. Ne! Igazad volt, Amanda, mindent meg tudunk javítani. Meg tudjuk menteni, ugye? Szerintem ez az egész csak idővesztegetés. Van itt neki szárny. Ebben a békában minden van. Mint a télapó puttonyában. Kapott új szárnyat. Milyen boldog lett, Wooly. Jó lehet csak így elszállni. Wow, Amanda. Tényleg meg tudunk javítani mindent? Jó erre gondolni, de szerintem nem. Mondj csak egy dolgot, amit nem tudunk megjavítani. A szívemet. Micsoda? Mi történt, Amanda? Szívet kell neki hozni. Jézusom. Jó, hát kivettük. Szegény! Adok neked béka szívet, jó lesz? Kösz, hogy megpróbáltad. Ne! Ne! Most ezért öltem meg szegény békát, tényleg? Hát ez gatya. Ez rendesen sajnálom. Nem tudom, hogy mi lehet az. De szerintem most már nem vagyok biztonságban. Várj egy picit. Próbálj bemenni a épületbe. Biztonságban érzed magad? Ez a kazettának a neve. Na de várjál, én ezt itt össze akarom rakni. Hát srácok, én próbáltam összerakni ezt a vonatot, viszont ide kellene nekünk még egy elem, ami ugye így elfordul. Egyszerűen nem találom sehol se, ami elég elkeserítő, mert tök jó lett volna, ha meg tudjuk nézni, mi van itt. De szerintem akkor térjünk rá a kazettára, hát ha esetleg még később kapjuk meg, fogalmam sincs egyébként, hogy mikor. És akkor jön a következő. Szia, Amanda vagyok, én pedig Wooly. Na nézzük. Mi a kedvenc dolgod abban, ahol élsz? Abban a városban. Igen, a kedvencem az az, hogy mennyire biztonságos a mi szomszédságunk. Valóban, Wooly? Igen. Úgy értem, általában biztonságos. Te biztonságban érzed magad ott, ahol élsz? Azt szerencsére azt elmondhatom, hogy igen. Yes. Jó ezzel nyugtatni magamat? Hogyha egy hely biztonságosnak tűnik, attól még nem biztos, hogy az. Mindig vannak dolgok, amik tudnak téged bántani. És emberek is vannak, akik tudnak téged bántani. Amanda? Tényleg erről kell, hogy beszéljünk? És ezért nagyon nehéz magadat biztonságban érezni. Néha nem érzed magadat biztonságban, és aztán hülyeségeket csinálsz. Amanda, esetleg hazamehetnénk? Szeretnék inkább biztonságos és meleg helyen lenni. És azt is kell tudnod, hogy kiben bízhatsz meg. Ki az, akiben te megbízol? Wooly-ban. Én is így éreztem, nagyon-nagyon régen. Volt rengeteg ember, akiben megbíztam. De most már nem tudom, hogy van-e bárki, akiben megbízhatok. Amanda, nem kéne oda bemenned. Azt hittem, hogy azt mondtad, hogy ez biztonságos, Wooly. Ajaj. Nincsen egyébként jó megértésem ezzel kapcsolatosan, hogy most hova haladunk. Eléggé ijesztő itt, Amanda. Néha jó olyan helyekre menni, ahol meg tudunk ijedni. Mert sokat megtanulhatunk önmagunkról. És azokról a dolgokról, amiktől félünk. Szóval mi az, ami engem megijeszt? Te, Amanda! Azok után is, hogy ennyi mindent átértünk együtt? Szerintem néha az idegenek ijesztőek.
De én nem érzek így. Amanda? Amanda? You know, you were a stranger when I met you. Tudod, amikor megismerkedtünk, ismeretlen voltál számomra. Hogy biztonságban legyél, soha nem kellene idegenekkel szobálnod. Már majdnem itt vagyok az ajtónál. Szerintem az a dolog követ engem. Amanda, nem tudom, hogy mit akarsz itt csinálni, de én... Csönd legyen, Vuli. Oké, bent vagyok. Mennünk kell. Viszont néha félek megbízni új barátokban. Lehet, hogy még mégsem állok erre készen. Az baj! Jön az a mandaszön? Nem tudom megállítani. Az király? Na és most mi lesz, hogyha itt hátat fordítok, itt a szörny? Hát visszakaptam egyébként ugyanezt a kazettát. Hogy biztonságban érzem magamat. Meg itt van újból ez a kocka. Viszont ehhez nem kaptam sajnos semmi újat. Most menjek ki ide. Ah, itt van a csaj. Ugye mondta, hogy bejött. Az a lény tette ezt veled? Örülök annak, hogy jól vagy. Szedjük össze a kazettákat gyorsan. Aztán gyorsan el kell, hogy innen tűnjünk. Oh, wow. Oké. És most miért nézünk itt erre rá? Esetleg most látunk ezen valami újat? Elhomályosítottam, de nem, igazából pont ugyanazt látom, mint eddig, úgyhogy semmi izgalmasat nem tudtam meg. Na jó, szedjük akkor össze a kazikat. Bár egyébként most csak egy van, nem tudom, hol lesz a többi. Na, mit találtál? Itt keresed a legók között? Szerintem nem ott lesz. Itt van egy kazetta, nézd csak. Lehet most ezt újból le kell játszanom? Ugye, megnézzük. De szerintem ez ugyanaz. Most tökre nem egyértelmű, hogy itt most mit kell csinálnom. Mivel azt mondta, hogy semmiféleképpen ne rakjam tévére meg ilyenekre, szerintem tudja, hogy ez lesz a feladat, hogy itt a tévére kell rakni. Na most berakom akkor ezt újból. Hát, ha most tudok valamit ezzel kezdeni. Imádom egyébként, hogy ez így ott maradt. Mi a kedvenc? Most. Most kellett volna szerintem oda rakni, nézzétek csak, mert megjelent ennek a képe. Most kéne megállítanunk, és akkor szerintem ide tudjuk rakni. És bele fogja égetni a képet? Aha, jó, megsérült. Na erre most kíváncsi vagyok. Ha jól gondoltam én, hogy itt a tévével kell valamit csinálni, csak az előbb be volt nekem bugolva ez a része. És ha most ezt ide berakom, akkor mi történik? Ó, megjelentek itt dolgok. Ezt le kellene fotózni magamnak kb. Hogy hogyan kellene beállítani. Van ott kettő könyv. Szóval volt egy bohócunk. Azt tudta, hogy itt lehetett beállítani. Kör. X. Te találtál itt valamit? Hát, ha esetleg tudunk valami okosabbat? Visszahozom ide a filmet, mert szerintem ezt tovább kellene égetnünk. Biztos, hogy a többit is meg fogjuk kapni. Nem tudom, ezek a gépek nem csinálnak semmit, tényleg? Várjál csak! Hármat mutat. Lehet, akkor háromszor kellene ezt megégetnünk, ezt a filmet? Na jó, várjál. Megpróbáljuk. Nem adom fel most már. És már érzem, hogy ez lesz itt a vége a játéknak, és nagyon szeretném, hogy akkor már egy olyan endinget is kapjunk, amiből kicsit többet megtudunk a történetről. Hi, I'm a man. Igen. És azon, hogy nem érzem magam... Nem itt égettük meg az előbb, ugye, a filmet? Most, mintha megint történt volna vele valami. Yeah, me too. Igen, ezzel én is így vagyok. Még azok a helyek is, amik ugye biztonságosnak tűnnek, nem azok. Igen. És olyan, akkor mit kell válaszolni? Akkor úgy látszik, hogy attól függ, hogy mit válaszolunk, hogy jó-e. Kibe bízok én meg? Hú, itt kellene akkor valami okosat válaszolnunk szerintem. Próbáljuk meg esetleg Kate-nek a nevét. Megvan. Jó. Ugye ővé volt az iroda. Jó. Szerintem így már akkor meg lesz minden a filmen. Sajnálom, nagyon bízok benne, hogy akkor így most már látni fogjuk, hogy pontosan mit is kell csinálni. És kapunk valami endinget. Mert ez hihetetlen hosszú. Jó, most látunk mindent, királyság. Hú, mi az a szem ott? Te jó ég. Mi az, hogy 1 meg 2 MDMD, 2 VH, 1 LM. Ez valami könyves puzzle lesz.
Te jó ég. Én ezt hogy fogom megoldani? Valahogy csak sikerül, de csak akkor erről magamnak egy kis screenshotot, és akkor megnézzük, hogy mi lesz így. Megjegyzem, egyébként most már 5 órája játszok ezzel a játékkal, nyilván ebben benne van az előző felvétel is, de hogy így nagyon durván hosszú tud lenni, hogyha az ember jobban beleássa magát. De először szerintem a kockát rakjuk ki, az lesz a legegyszerűbb. Bármilyen hülyén is hangzik ez, szóval akkor itt van egy kör, meg ott van még egy kör. Oké, ez így akkor megvan, ezt az alakzatot kellett kiraknunk itt. Van ez, itt ez a sapkás ember van itt középen. Szóval igazából azt hagyhatjuk is, de hogy nadrág az milyen rajta? Hát nadrág van rajta, de talán a terepmintás van rajta, és akkor még itt van a sapkás figura. Ez a nadrág kell neki. Jó, itt van akkor ez a puzzle. Virág ide le. Bocsánat, hogy ennyire kinézek, de ugye ott van nekem a másik monitoron lefotózva, hogy mit láttunk a filmen, és így azért egy kicsit egyszerűbb, mint hogy én folyamatosan ott visszalépegessek. Oké, akkor itt volt a napocska, itt pedig a hold. Ez a része is megvan a kockának, és akkor még volt ez a kajás puzzle-ös rész. Alma és a kenyér szerintem helyet kellene, hogy cseréljen. Mi is fogjuk hallani, hogyha jó a hangja. Oké, megvan. Kaptam egy kulcsot. Ez a kulcs lehet, hogy kinyitja nekünk azt a széfet? Nagyon-nagyon remélem. Volt itt egy ilyen izé, vagy lehet egy ajtót fog nekünk nyitni. Ezt nem nyitja ki? Nem ehhez kell. Mihez kell akkor? Ez mit nyit ez a kulcs? Lehet, hogy itt kétnek az irodájában volt valami, amit nem tudtunk kinyitni. Ja, nézem, hát ha valahol látok egy zárat. Na jó, lehet, hogy akkor ez majd később kell nekünk, és akkor most vannak ezek a könyvek. Az én ős ellenségeim. Nos, ezekkel, hogy mit kezdek? Ezt nem tudom neked odaadni. Itt egy kulcs, kezdjél bele valamit te is, mert csak ott legózol már mióta. Van képe, ide jön, az csak úgy legózgat. Lövésem sincs, most megpróbálok mindennel itt interaktálni, hát ha esetleg valami megvan. Ó, várjál, csak itt egy szem, keep your eye peeled. New favorite might peek out. Van még egy kulcsunk. És ez hova vezet a másik kulcs? Most van két kulcsom, tök jó. De mit tudok én kezdeni ezzel a két kulcssal? Irodába kell nekem? De tudod, hogy kétnek az asztalánál lesz valami, nem? Hát kétnek az irodájába kellenének ezek a kulcsok. A WC-t nem nyitotta egyik se. Szóval az gatya, az nem működik. Mondjuk azt nézem, hogy itt ez az asztal gyanús. Jaj, mi ez a hang már megint? Viszont van még itt egy LM, meg egy VH. Ezek szerintem csak a könyvek lesznek. Na jó, hát szerintem akkor szkennelgessük tovább itt ezeket a könyveket, igazából azokat a monogramokat kellene keresnünk, hogy LM meg VH. Ebbe nincsen. Ebbe. Ja, ez volt a damage könyv, akkor ez se kell nekünk. Nézzük meg ezt esetleg. LM, olyan volt, ugye? LM, igen, az az egyes. Március 1. Az 3-1. 3-1. A másikat kéne megtalálnunk. Will Hill, augusztus 3. Az 8-3. Lehet, hogy akkor ez lesz a kód. Mi volt? 8-3 a vége. 3-1-8-3. Mindjárt megnézzük, hát ha jó. Nagyon bízok benne, mert már nagyon-nagyon régóta ezzel szenvedek. Szóval 3-1-8 és 3. Mondtuk jó. Úristen. Van még egy kulcsunk, de jó. És hány kulcsunk? Most már 3 kulcsom is van. Mit kezdjek én ennyi kulcssal? Ez a része is elég gyanús az asztalnak. Én még semmit nem csinált. Tehát így annyira magamra hagyott. Hol van a kalapácsom amúgy? Ezt meg valahol elhagytam. Á, itt van. Jó. Malacka. Benne volt a sárga, ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Jó, most már végül is be tudjuk fejezni ezt. Elméletileg most jól lett összerakva nekünk itt a kis vonat, és akkor nézzük meg, hát ha esetleg abban van a kulcs. Nagyon remélem egyébként, hogy kulcsot fogunk benne találni, és nem valami más. Igen, mert itt most végigmegy, és akkor ott be tud menni ahhoz a másik végállomáshoz. Egyébként ez most nagyon nehéz. Ott is áthaladt. Az útvonal az megmaradt. És akkor vajon mi van itt? Kazetta! És mit kezdjek én ezzel a kazettával? Mit tudok én meg ebből a kazettából? Jó, lett egy narancssárga kazettánk, tök jó. Mit fogok én ezzel kezdeni?
Milyen régóta katalogizálja ezeket? On the swing set in the background of the Let's Play Pirates episode. Aha, kalózos epizód óta. But here's the thing, there wasn't a single reference until the acquisition. This is the complete log of all the references I can make out. And most of the referenciákat tudod kivenni belőle. And usually paired with a message encouraging kids to ignore their parents. Or igen, és általában az az üzenet ezeknek, hogy a szüleiket ignorálják a gyereket. Nem olyan dolog, ami nagyon-nagyon veszélyes. Mert mindig egy új kalandot keresnek. And you know this kid was also watching the show at the tudják, time. Tudják, hogy ez a gyerek is nézte a tévét, ugye? No police evidence, not even footprints. Nem találtak róla semmit. Like he just vanished. Csak eltűnt. It was over 8 months ago. 8 hónappal ezelőtt. Itt van egy másik gyerek, Lauren, ugyanez a történet. De nem. Nem jó leckéket tanítnak a gyerekeknek. Mert mindegyik részben valamilyen veszélyes dolgot mutatnak be. Szóval aki megnézi ezeket a kazettákat, azokhoz jön le az a szörnyetek. Really his area. És akkor ezek az eltűnt gyerekek is azért tűntek el, mert megnézték a mesét. Let's get him to review the episodes that you've already recorded. I will cut the meeting recording. Igen, jó, hát sokkal többet amúgy nem tudtunk meg ebből se sajnos. Pedig amúgy jó lett volna. Jó, kidobta a felvételt, hát ez nagyon jó volt. Esetleg te nem akarsz nekem segíteni? Mondom nekem, továbbra is az asztal nagyon-nagyon gyanús, úgyhogy én visszamegyek oda, hát ha esetleg ott tudunk valamit kezdeni. Van már 800 millió kulcsom. Várj, lehet, hogy ide kell valamelyik? Nagyon remélem. Jó. Mondtam én, hogy az asztal. Aha, aha, ott van, kérem szépen. Jó. És akkor szerintem itt a másik oldalt is volt nekem egy ilyen titkos rész. El se hiszem. És itt van valami kazettának való. Hol van ehhez a kazetta? Nem is találtunk eddig sima kazettát. Azt még valahonnan nekem meg kellene szereznem? Hékás, figyelj! Nem találtál véletlen egy kazettát valahol? Mármint nem ilyen nagyot, hanem olyan kisebbet, tudod? Jaj, tudja, hogy az az MD-MD-s izé lesz az. Amire nem jöttem rá. Hát honnan fogok én kazettát szerezni? Már kezd kirohadni az agyam. 5,5 órája csinálom ezt. Kicsit olyan, mint amikor a Poppy Playtime-ot toltam ki. Ez nem fog csinálni semmit, ugye? Ó, ó! Oké, nem kell megkeresni, jó, rendben vagy. Tűnjünk el innen. Itt vannak a kazetták, amiket megtaláltam. Narancssárgát nem hoztad el, azt is megtaláltam. LOL, tönkre teszi őket. Az meg micsoda, ami kiszállt a kaziból. Lehet, hogy a démon lelke oszt a mindenit? Igen? Nem tudom elzárni benne? Nem jó, Riley! Nem jó! Fuss el! Én futok, hello, szia! Jézusom! Az gatya. Vége. Ennyi volt neki, szegénynek. Hát akkor úgy tűnik, hogy tényleg menekülnünk kell innen, és akkor megmentettünk egy kazettát, ami gondolom az Amanda 3-nak lesz a teaserje. Valószínűleg ezzel a kazettával tudunk majd akkor valamit kezdeni a következő részben, mert biztos, hogy akkor ennek a hype-nak még kell egy harmadik rész. Hú, és akkor most játszottuk ki ténylegesen a játékot. Remélem jól éreztétek magatokat, és érdekesnek találtátok a történetet. Ha tetszett, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy lájkot. Andi voltam, sziasztok!